Jó estét kívánok, a Híradó után téma című hírháttér műsorunkat látják. Ingyenessé tehető-e az M43-as Szegedet elkerülő szakasza, adásunk első felében ezzel foglalkozunk. A közgyűlés május 27-én felterjesztése lét a Fejlesztési Minisztérium felé. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nél azonban állítják, a korábbi szocialista kormánynak kellett volna körültekintőbben eljárnia. A 2007-es rendelet alapján elfogadott uniós támogatási szerződés ugyanis kizárja az ingyenessé tételt. Vendégem lesz Bohács Zsolt, a Fidesz-KDNP szegedi frakciójának vezetője, valamint Tóth Péter, a Jobbik megyei elnöke. Adásunk második felében Ungvári Tamás író műfordító lesz a vendégem, aki a szegedi könyvhét alkalmából érkezett a városba. Előtte azonban, ahogy ígértem, az M43-as autópályával foglalkozunk. A szocialista kormányzat 2007-es rendelete miatt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek fizetősként kellett 2008-ban az M43-as autópályára megkötni a támogatási szerződést az Európai Unióval. Az ügyben Botka László, Szeged szocialista polgármestere idén többször felszólalt és kérte a Szegedet elkerülő strádaszakasz ingyenessé tételét. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT szerint a szocialista politikusoknak jóval korábban a 2008-as támogatási szerződés elfogadásakor kellett volna körültekintőbben eljárniuk. Az elmúlt időszakban több demonstrációt is tartott a Jobbik szegedi szervezete, hogy tegyék ingyenessé az M43-as autópálya Szegedet elkerülő 6,7 kilométeres szakaszát. A korábbi szocialista kormányzat egyik rendelete szabályozza, hogy az elkerülő csak az M5-ös autópálya és az 5-ös út között ingyenes. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-től megtudtuk, a rendelet megváltoztatása nem lenne elegendő a helyzet megoldására. 37/2007-es rendelet, amelyet még annó Kóka János jegyzett, az M43-as erre vonatkozó szakaszát egyértelműen díjfizetősként minősíti, így a támogatási kérelem benyújtásakor a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek is így kellett eljárnia. Vagyis a támogatási szerződésben fizetősként fogadták el az M43-as autópályát, ez pedig azt jelenti, hogy csak a kormányrendelet módosításával nem tehető ingyenessé a stráda szakasz. Botka László polgármester bár többször is jelezte, hogy támogatja az ingyenessé tételt, és a május 27-i közgyűlésen a szegedi önkormányzat felterjesztési jogával élve a fejlesztési miniszterhez fordult. A NIV ZRT-nél elmondták, a szocialista képviselőknek jóval korábban kellett volna lépniük. Nem vagyok nemzetközi jogász, arra vonatkozólag, hogy, hogy ezzel a szerződéssel jelenleg módosítani lehet-e, azt nem tudom. Az viszont biztos, hogy erre vonatkozólag valószínűleg 2008-ban kellett volna gondolni a támogatási kérelem megírásakor. A Lehet más a politika Csongrád megyei szervezete ugyancsak támogatja az M43-as autópálya elkerülő szakaszának ingyenessé tételét. Azt kérik a kormánypárti parlamenti képviselőktől, hogy egy térségi összefogással legyenek az ügy szószólói. Vendégem a stúdióban Bohás Zsolt, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdvözlöm! Tóth Péter, a Jobbik megyei elnöke. Jó estét, köszönöm! Jó estét kívánok! Köszöntök én is mindenkit! Megváltoztatható-e a támogatási szerződés? Ez lehet a kulcskérdés az M43-as autópálya ügyében, hiszen ha az megváltoztatható, akkor elvileg ingyenessé tehető a Szegedet elkerülő szakasz. Mi a helyzet ebben az ügyben? Igen, nagyon sok információt hallottunk az elmúlt időszakban. Mi is többször említettük ezt a problémát, hogy elsősorban ez a 2008-as támogatási szerződés megkötése az alapprobléma, hiszen itt az Unióval egy olyan szerződést kötött a kormány, ami egyértelműen fizetősé teszi ezt a szakaszt. Amennyiben egy kormányrendelet esetlegesen ezzel ellentétesen elrendelni azt, hogy ez a szakasz ingyenessé válhasson, abban az esetben sem lehet megvalósítani, hiszen hallottuk a NIF-nek a kommunikáció szóvivőjét, hogy ez sem oldja meg a problémát jelen pillanatban, hiszen ilyenkor fölmerül az a probléma, hiszen ez egy 85%-os támogatottságú projekt volt, hogy ezt a 85%-os finanszírozott részt, ezt esetlegesen vissza kellene fizetni kamatokkal, büntető kamatokkal együtt, ez nagyon jelentős összeg. Akkor a rendeletmódosítás gyakorlatilag egy szerződésszegést eredményezne a támogatási szerződéssel kapcsolatban? Így van, azt jelenteni, hogy nem szerződésszerű ez a használat, illetve a szerződéstől eltérően kerülne
úgymond ez a szakasz használatra, amit ugye nagyon jól tudjuk, az Unió nagyon szigorúan vizsgálja ezeket a kérdéseket, és ugye nem szerzésszerű ez a úgymond használat, amit támogattak, úgy abban az esetben sajnos felmerült ez a probléma, hogy ellenőrzés során ezt az összeget, amit eddig erre a szakaszra fordítottak, visszakéri, ugye ilyenkor tudjuk, hogy kamatokkal, illetve büntető kamatokkal együtt kellene ezt az összeget visszafizetni, ami több milliárd forint. A Jobbiknak mi az álláspontja ebben az ügyben? Láthattuk, hogy többször is tartottak demonstrációt. Igen, hát ezt a problémát mi a társadalmi valóságból kiindulva, itt a szegedi lakosok véleménye alapján nagyon fontosnak érezzük, és itt a frakcióvezető úr véleménye azért nem elfogadható, mert nem szerződés szegésre szeretnénk késztetni a jelenlegi kormányt, hanem egyértelműen akár mondjuk a lisszaboni szerződésből, ugye, ami a legalapvetőbb törvénykezése most az Uniónak, amit egyébként mi sok más esetben nem fogadunk el, de ebben az esetben például sok olyan alapjog van, ami alapján ez a támogatási szerződés megváltoztatható. Én azt gondolom, hogyha Európa legtöbb nagyvárosában, és Magyarországon, ha nézzük, Budapesten, Kecskeméten ingyenesek ezek az elkerülő útszakaszok, itt egy erős kormányzati akarattal ez a kérdés megoldható, hiszen egy nagyon pici szakaszról van szó. Ezzel képviselő egyetért, hogy egy erős kormányzati lépéssel ez kivitelezhető? Hát, mint hallottuk itt a bejátszott riportban is, hogy az egy dolog, hogyha a kormányhoz egy kormányrendet módosít, egy kormányrendetet, ez nagyon sokba kerülhet sajnos a kormánynak, illetve az országnak, és jelen pillanatban ezt kockáztatnánk. Természetesen mi is egyértelműen támogatjuk azt, hogy itt ez a rész, ez a szakasz ingyenesen használható legyen, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy mennyivel megkönnyíteni itt az itt élőknek az életét, hiszen ez a szakaszon sokkal könnyebben, gyorsabban lehet eljutni bizonyos városrészekbe, vagy akár környező településekre. Természetesen megpróbálunk megtenni mindent annak érdekében, hogy ez a dolog megoldódjon, de azért ezt tudni kell, hiszen ez egy nemzetközi jogról van szó, azért egy szerzésmódosításnak az elérése hát sajnos nem egy egyszerű feladat. De mindenféleképpen bízom benne, hogy valami megoldás sikerült találni erre a kérdésre. Hát sajnos a legrosszabb eset az, hogy 2013-ig nem oldódik meg a probléma, abban az esetben ugye akkor hallottuk már a kormánynak a terveit, hogy akkor valóban használati díjnak megfelelően, tehát aki mennyit használ egy útszakaszból, annyi lesz a fizetése, tehát akkor jóval olcsóbban, illetve minimális összegén lehetne majd használni akkor ezt a szakaszt. Épp ez lett volna a következő kérdésem, hogy mekkora mozgástere van a kormányzatnak, hiszen képviselő említette, hogy lehetne mondjuk nemzetközi példákat hozni azzal, hogy Európa nagyvárosaiban hogyan működik. Ez kvázi kellő lobbit adhat-e mondjuk a kormányzatnak ahhoz, hogy egy sikeres szerződésmódosítást tudjon végrehajtani? Remélem, hogy sikerül valamilyen irányba elmozdulni, főleg pozitív irányba. Hát nem tudom, hogy milyen időtartamba, vagy ilyen idővalom lesz erre elég. Hát attól tartok, hogy azért nem egy egyszerű lépés. Sajnos én sem vagyok nemzetközi jogban jártas, annak ellen jogászként dolgozom, de biztos, hogy nem egy egyszerű ennek a szerződésnek akár a módosítását elérni, hogy egyáltalán tárgyalnak erről a dologról, hiszen azért már lassan megvalósult ez a rész. Én úgy gondolom, hogy talán ez a szakasz lezárt szerződésre van szó, egy utólagos módosítás, nem tudom, milyen irányba tudja, vagy milyen könnyen lehet ezt a dolgot lemódosítani. Bízom benne, azért sikerülni fog valamilyen pozitív irányba elmozdulni ebben a kérdésben. Láthattuk a tiltakozó akciókat, hallhattuk most a Jobbik álláspontját. Mire készülnek a jövőben, hogy mondjuk ezt az álláspontot tudják előre mozdítani? Hát mindenképpen azért azt szeretném elmondani, és nyilván a kérdésre is akarok válaszolni, hogy itt a jelenleg a Magyarország és a magyar kormánya az elnöke az uniónak, tehát ebbe a félrebe, amiben most már pár nap van hátra, és mi úgy gondoljuk, hogy ez például egy fontos kérdés lett volna itt a soros elnökségünk során, hogy ezt a kérdést meg tudjuk oldani. Sokkal fontosabbnak ítéljünk meg, mint az, hogy romos stratégiát alkossunk. Én azt gondolom, hogy a magyar emberek élete, közlekedése és hétköznapjai, szociális gondjai mindenben elsőbséget élveznek. Tehát ezt a soros elnökség alatt igazán illendő lett volna a kormánynak napirendre tűznie. Tehát ezt fontos volt, hogy elmondjam, hogy itt a helyzetet ki tudtuk volna abba használni, hogy itt a kormányzatnak is lett volna igenis mozgásterés ez a szerződés, ez, ahogy mondom, továbbra is akarat kérdése, ráadásul az alapjogok is az unión belül biztosítják, és hát azt kell megérteni, hogy itt az unión belül a tagállamok egyfajta szerződésben vannak egymással, és nem egymás ellenségei. Tehát én azt gondolom, hogy ezt az unió bármelyik tagállamon megérti azt, hogy egy ekkora városnak
170 ezeres városnak igenis fontos az, hogy ingyenes elkerülő szakasza legyen. A Jobbik úgy tervezi, hogy nyilván nem szeretné, hogy ez a kérdés 2013-ig eltolódjon. Ahogy mondtam, minden eszközt meg fogunk ragadni annak érdekébe, hogy itt ez a szakasz ingyenes legyen, mert ahogy folytatjuk itt a petíció gyűjtést, azt tapasztaljuk, hogy igenis ezt elvárják tőlünk a magyar emberek. Ha még a jövővel foglalkozunk, akkor érdemes egy picit a múltba visszatekinteni, hiszen itt elhangzott, hogy egy 2007-es kormány, akkori kormányrendeletről van szó, amit a szocialista kormányzat hozott, és az alapján 2008-ban kötötték a támogatási szerződést. Most viszont ugye ehhez képest a polgármester úr folyamatosan azt hangoztatja, hogy ő is támogatja az ingyenessé tételt, holott a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT részéről pedig éppen az hangzott el, hogy ha akkor időben lép a kormányzat, akkor megakadályozható lett volna az, hogy most fizetni kelljen az M43-as elkerülő szakaszáért. Igen, ez valóban így van, hiszen több ilyen elkerülő szakasz épült az elmúlt időszakban, ahol egyértelmű a támogatás szerződés benne volt, hogy a várost érintő részeken ingyenesen lehet használni, például Gödöllő mellett is elkészült egy ilyen elkerülő szakasz, ami a támogatás szerződésben aként került rögzítésre, hogy a szakasz ingyenes. De ez sajnos valóban ezt az akkori szerződéskötő kormányzat ezt elhibázta, ezt a lépést. Bár hozzáteszük, azért nagy öröm számomra, hogy elkészült az M43-as, azért azt is el kell ismerni, hiszen azért jelentősen csökkentette a Szeged belváros forgalmát, és azért ennek is örülünk, hogy az elkészült, de tényleg valóban nagyon fontos kérdés az, hogy ha már tovább tudunk lépni, akkor ez az elkerülő szakasz, illetve ez a M43 szakasz ingyenessé, vagy minél kevesebb összeget kell fizetni az itt élőknek, hogyha ezt a szakaszt használni akarják. Tényleg fontos kérdés. Remélem, hogy hamarosan tényleg pozitív dolgokra tudunk majd beszámolni ebben az ügyben. Nek mi a vélemény erről, hogy lehetett volna körültekintőbben kötni a támogatási szerződést korábban? Én, ahogy korábban elmondtam, itt mindenképpen Botka László szerepét álszentnek látjuk ebben a kérdésben, hiszen ő az előző kormányzatban részt vett. Tehát erről tudnia kellett, különösen Szeged polgármestereként. Most pedig miután azt tapasztalja ő is több más párttal együtt, hogy ez egy tényleg fontos, valós probléma, próbál erre az ügyre ráülni, ugyanúgy, mint más csoportok, szervezetek, akár itt az SZDSZ utódpártját, az LMP-t is mondhatnám. Tehát én örülök, hogy mindenki felfogta azt, hogy ez egy fontos kérdés, csak mindig a jelenlegi kormánynál pattog a labda. Tehát a Fidesznél tényleg az a baj, hogy sokszor nem veszik észre azt, hogy nem elég ehhez szép szavak és ígéretek, hanem ezt egy tolvonása, egy komoly szándéka, akarattal meg lehet tenni. Magyarország mindig akkor volt sikeres, és annak kormánya, hogyha az erős szándékot érezték az emberek. És itt most több tízezer emberről beszélünk jelen pillanatban is. Ha még a közeljövővel foglalkozunk, felteljesztéssel ért a Szegedi Önkormányzat a május 27-i közgyűlésen a Fejlesztési Minisztérium felé. Ez mit eredményezhet, és hogyan látják a közeljövőt? Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen foglalkoznak az üggyel, de sajnos, mint említettem, jelen pillanatban nem látják azt a megoldási lehetőséget, amivel pozitív irányba lehetne vinni ezt az ügyet előre. Én úgy gondolom, hogy minél többször fordulunk a kormányhoz, és valóban itt a Jobbik kezdeményezésével is, biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb kell, hogy valami történjen ebbe az ügybe, és amit már többször hangozhatunk, reméljük, hogy ennek a történésnek egy pozitív iránya lesz, hogy valamilyen olyan megoldás fog születni, nem kedvezően foghatna az itt élőkre, illetve a településen, illetve ezt a szakaszt használóknak, hogy minden kevesebbe, vagy akár ingyenessé lehessen tenni ezt a szakaszt. Reméljük, hogy hamarosan tudunk majd erről is beszélni, hogy sikerült olyan döntést kicsikarnunk, vagy megkérnünk a kormánytól, hogy ez valóban pozitív irányba mozdítsa ezt a dolgot. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a beszélgetést, és bízunk benne, hogy a legközelebb találkozunk, akkor még egy újabb fejleményről tudunk majd beszélni itt a stúdióban. Még egyszer köszönöm. Köszönjük szépen. Ungvári Tamás író műfordító legújabb kötete az ünnepi könyvhétre jelent meg. Az új Beatles Bibliát talán nem csak az idősebb korosztály forgatja majd, a szerző Szegeden a Dugonis téren dedikálta a kötetét. Ungvári Tamás sokoldalú személyiség. Egy rövid, tömör mondatban szinte lehetetlen bemutatni. Író, műfordító, dramaturg, egyetemi tanár, az Irodalomtudományok Akadémiai doktora, külföldi egyetemek vendégprofesszora, interjúk rutinos és karizmatikus szereplője. Személyisége mellett csak életműve színesebb, amiből a könyvhéten is ízelítőt kaphatnak az olvasók. A könyvkiadás hazai seregszemléjére, fiesztájára jelent meg az új Beatles Biblia.
A cím sokaknak ismerős lehet, hiszen első kiadása 40 éve került a boltokba. A kötet a zenekarhoz hasonlóan azóta legendává vált, generációk olvasmánya volt. A könyvhétre megjelent kötet természetesen az eredeti mű bővített, átdolgozott kiadása. Ugyancsak a 20. század társadalom történetéhez nyújt adalékokat a Bűnbeesés és után című munka. A kötet emberi sorsot tükrében mutatja be a két világháború közötti Európa kulturális életét. A kor értelmisége és művésztársadalma a két zsarnok, Hitler és Sztálin között örlődött. Ungvári Tamás azon kevesek egyike, aki magvas gondolatokról is képes olvasmányos stílusban írni. A nyelvmestere több mint 30 kötet szerzője. Munkásságával nem csak az olvasók szeretetét vívta ki. Életművéért József Attila díjjal, a Magyar Köztársaság középkeresztjével és Széchenyi díjjal tüntették ki. Vendérem Ungvári Tamás, író, műfordító. Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban. A legaktuálisabb, hogy két kötetét is újra kiadják. Ilyenkor az író újra előveszi ezeket az írásokat, átnézi egy kicsit esetleg. Hát nem nézi, hát én azt gondolom, hogy amíg az ember él, addig átír. És nagy példákra hivatkozhatnék, csak restelleném, hogy az utolsó kéznyoma, ahogy mondják, akkor mindig egy új könyv születik. Tehát régi könyveket kiadni nem nagyon érdemes, még akkor sem, hogyha ezek a könyvek most már nem kaphatók. Hanem a mai szemmel kell átolvasni a régi művet, és akármilyen jó, mondjuk a Beatles Bibliáról sokan mondták, hogy jó könyv. Én meg amikor elolvastam, azt mondtam, hogy ez nagyon jó, csak 40 év elmúlt felette. És hozzá kellett tennem azt a 40 évet, amit hát nem átaludtam, de hát nem tudhattam róla, és vissza kellett néznem a 60-as éveket, és hozzá kellett írnom körülbelül 150 oldalt, hogy egy új könyvet alkossak belőle, és egy új szemléletet is, mert a 60-as éveknek a kultúráját szembesítenem kellett a 70-es és 80-as évekkel. Ez egy nagyon komoly dolog, és én azt hiszem, hogy amíg az ember él, addig erkölcsi kötelessége, hogy olyan könyveket adjon ki, amelyek a mához szólnak. Említette ezt a 40 évet, ami miatt többek között át kellett írni ezt a könyvet is. Mivel lett több a könyv? Hát a könyv először is a 40 év történetével lett, és a szemléletében lett több, mert a Beatles élete és sorsa mellett azért a kulturális történetet is jobban látjuk. Tehát látjuk azt a gazdaságot, ami a hihetetlen gazdagságot okozta mi Angliában a 60-as években, hogy hogyan sikerült egy társadalombiztosítási rendszert bevezetniük, hogy mi volt a jelentősége annak, hogy föltáltak a magnót ezekben az években, hogy az FM rádió megszületett, hogy a gitár, az elektromos gitár lett. Ez most már nem egy olyan nagy újdonság, de meg kellett mutatni, hogy milyen újdonság volt ez valamikor, hová ment a világ technikai fejlődése, szellemi fejlődése, milyen filozófiák születtek azóta a 60-as évekről, mit jelentett a 68-as párizsi forradalom, mit jelentett az, amikor a 70-es évben elkezdtek lőni a diákokra. Tehát a változásokat kellett nekem követnem, és azt hiszem, hogy jobban megértettem azt, amit korábban megírtam, csak sejtettem, mert az én könyvemben az utolsó fejezet arról szólt, hogy miért szükségszerű, hogy a Beatles fölbomoljék. És akkor fölbomlott. Abban az évben, amikor megírtam, de benne volt, hogy ez már látható, hogy ez nem folytatható tovább. Hogy érzi, mi a nagyobb felelősség átírni egy könyvet, vagy közben szerezni új műveket is, és úgy beosztani az időt, hogy jusson idő új művek megírására is, hiszen azért mindig van mondani valója az írónak, és figyelni arra, hogy közben pedig a régi művek, mint ahogy ön is említette, valamennyire átíródjanak, és úgy kerüljenek a közönség elé. Hát én most írom a úgynevezett enciklopédia harmadik kötetét, tehát én megírtam először a vadonatúj könyvként tavaly előtt a Feledés enciklopédiáját, aztán megírtam egy éve az Emlékezés enciklopédiáját, és most írom a harmadik kötetet, ami a Halhatatlanság enciklopédia címet fogja viselni, és ez egy vadonatúj könyv, ezek úgynevezett történelmi miniatűrök, amelyek egy-egy rendkívül furcsa történelmi eseménynek egy ilyen villanásszerű bemutatását jelenti. Ezek ilyen történelmi szonettek, hogy így mondjam, ezek nagyon keményen vannak megkalapálva, és a céljuk az, hogy érdekes legyen. És tudja, hogy a nekünk Magyarországon furcsa viszonyunk a történelemmel, keveset tudunk róla, nem vesszük elég komolyan a saját történelmünket,
nem tudjuk, hogy az európai történelemben mi hogyan ágyazódunk bele, és én azt képzelem, hogy a nagy küzdelem Magyarország kultúrájáért az az emlékezés kultúrájáért való küzdelem. Itt Szegeden is csodálatos szobrok vannak, nem tudom, hogy mindenki tudja, hogy milyen szobor mellett megy el. Nagyszerű könyveket árulnak, de nem biztos, hogy tudják, hogy miért olyan fontos, hogy a gyerekem egy olvasó ember legyen. Tehát amiért én egy küzdelmet folytatok, természetesen könyvekben és nem demagógiával, hogy tessék szíves lenni saját hagyományunkat megben, mondjuk egy Dugonics téren álltam, és nagyon szerettem volna oda menni az emberekhez, de ide figyelj, te tudod, ki volt az a Dugonics? Na, én elmondom neked, mert ugye tanárként nyilvánvalóan nem vizsgáztatni akarok, csak hanem tanítani. Akkor aktuális lehet a következő kérdés, ha már a könyvhétről is tudunk beszélgetni, bár lassacskán a végéhez érünk, de mégiscsak a szegedi könyvhét apropóján látogatott a városba. Elégedette a könyvhéttel, tehát a program eléri a célját, hogy látja? Hát nézd, az elégedettség egy csúnya dolog, mert nem hiszem, hogy bárki elégedett lehet, mert mindig egy újabb és újabb lépést szeretnénk. A könyvhét egy nagyszerű találmány, és egy Supka Géza nevű történész találta ki 27-ben vagy 28-ban, ezt elfelejtettem. De nézze, tele volt a tér. Jöttek az emberek, még azok is, akik nem tudták megvenni a könyvet, mert nem azt mondom, hogy drága, de az ő pénztárcájukhoz drága. Egy hatalmas esemény. Az emberek először is találkoztak egy íróval, annak van egy test közeli, megfogták a kezemet. Most már sajnos nem mehetünk oda Babits Mihályhoz és Móricz Zsigmondhoz, hogy megfogjuk a kezét, és én mindig azt próbálom elmondani az olvasóknak, hogy figyeljetek, én, mikor fiatal ember voltam, akkor Hatvani Lajossal, Nagy Lajossal, Tersánszki Józsi Jenővel, Déri Tiborral kezet fogtam. Azok pedig kezet fogtak az előző nemzedékkel. Hatvani Lajos mindig azt mondta, hogy figyelj rám, most kezet fog veled, ez a Petőfi kézfogása, mert engem Gyulai Pál tanított, az pedig a Szendrei Júlia húgát vett el. Mi célunk az, hogy a történelmi kézfogásokat felidézzük, kiváltképp egy olyan városban, egy egyetemi városban, mint Szeged, de hát az egész országban azt érzékeltessük, hogy mondjuk Petőfi itt él közöttünk, mert ez a dolog lényege, vagy Dugonics, vagy akárki, vagy Kossuth Lajos. Azt érzi, hogy egyre inkább nő ez a fajta szakadék az olvasók és a szerzők között, és most nem csak a régiekre, a klasszikusokra gondolunk, hanem akár a kortárs szerzőkre is. Nem. Én ebben nagyon optimista vagyok. Én nézze, nem születtem profétának, de azért egy tanárember az mindig egy nagyon picit proféta. Én azt hiszem, hogy lehet az embereket tanítani, az emberek képessége végtelen. Mindenki tanítható. És az én könyveim azok egyszer s mint tankönyvek, a szónak egy nagyon ideális értelmében, laza tankönyvek, és én szeretnék részese lenni egy oktatási, művelődési forradalomnak, és a forradalmat is időzőbe teszem, fejlődésnek, elterjedésnek, baráti vitának, mert ennek van egyedül értelme. Most ez nagyon patetikusan hangzik, de nézze, azért én nagyon gondolja végig az én életkoromat, Viktor, és akkor rá fog jönni, hogy én hány ember tanítottam. És én hogy álltam neki, mikor elkezdtem a tanulást, vagy a tanítást? Akkor azt mondom magamban, hogy ha nagyon hosszú ideig élek, akkor az egyik növendékem az nyilvánvalóan Einstein lesz a nagy számok törvénye szerint. És nekem nem akarok neveket mondani, nagyon sok nagyszerű tanítványom volt, mert rájöttek arra, hogy nekem abban igazam van, hogy érdemes. Most azt nem tudom, hogy érdemes-e, de legalábbis én elhitettem az emberekkel. Ha már a bizakodásnál tartunk, van nálam egy friss adat. Egy felmérés szerint a tavalyi évben mintegy 61 milliárd forintot költöttek a magyarok könyvvásárlásra, és ebből 13 milliárd forintot szépirodalmi könyvekre. Állítólag ez Európában is egy egészen kimagasló adat. Hát mit gondol, miért vagyok Szegeden? Azért vagyok Szegeden, mert én is abban bízom, mert a nyelvet azért ápoljuk egy csöppet, abban bízom, hogy az emberek rájönnek arra, hogy ezek a könyvek mindegyik egy palackposta, egy üzenet a múltból a jövőnek. És hát maga is tudja, hogy az egyetlen komoly megváltása a világnak az, hogyha a mi munkaerőnk az olyan képzett, mint nagyon kevesen, azért gondolja végig, hogy valamikor mi matematikában hogy vezettünk, és ma ez hogy visszaesett. Előttünk áll még az a feladat, hogy a középiskolai rendszert stabilabb alapokra helyezzük. Előttünk áll egy nagy egyetemi reform, mert nem tudjuk, hogy hogyan kellene egyetemeket. Nem tudjuk. Én nagyon sok külföldi egyetemen tanítottam, de annyit tudok, hogy egyik modell sem vihető át ide.
Tehát az Alföldön az más, mint a hegyvidéken, Nyugat-Európában, hát Olaszországban is véletlenül tanítottam, nincs vizsga, a tanuló rá telefonál, a tanár azt mondja, hát szeretnék szerdán vizsgálni, hát én nem vagyok itthon Firenzében, de gyere csütörtökön. Most van egy ilyen modell, nem tudjuk, hogy hogyan kell az embereket ellenőrizni, mert nem tudjuk. Én szerintem a tanárt kell ellenőrizni, nem a diákot. Egy rövid példát elmondok az én ideális tanításomról, hogy én tanítottam Cambridge Angliában, és az évad végén jött valaki tanár Manchesterbe, és ő vizsgáztatta le a diákot. És kérdezte, hogy miért? Szóval nem őket vizsgáztatom, hanem magát, hogy hogy tanított őket. Na most ne a diák vizsgázzon, a tanár vizsgázzon, hogy milyen fölkészült. És én nyugodtan mondhatom, hogy én 50 év tanítás után mondom, én fölkészületlen órára nem mentem, óráról nem késtem. A könyv is felkészült a jelenkor kihívásaira, a versenyre, hogy látja, digitális forradalomról beszélnek, ugye digitalizálják a könyveket is, de ha a klasszikus könyvformánál maradunk, és a könyv olvasás szokásánál, hogy képes-e állni a versenyt? Hát nézze, őrült különbség van a pornófilm és a valóságos emberi kapcsolat között. A digitális az nem fogja pótolni a könyved, mert az egy tapintás is. A papír az egy kulturális termék, a nyomda betű, hogy azt most Bodonival vagy ebben-avval nyomtatták, az is egy 400-500 évet hordoz minden egyes könyv. Az pótolhatatlan. De én nagy digitalizáló hívő vagyok, én magam rengeteg könyvet digitálisan olvasok. Miért? Mert mondjuk én előfizetek digitálisan egy amerikai folyóiratra, és az ugyanakkor van az én digitális olvasomban, mint New Yorkban. Tehát nem kell oda mennem, itt van nálam. A londoni irodalmi újság, az nálam van rögtön. Tehát van feladata, és nem ugyanaz a feladata a digitális olvasásnak, mint az olvasásnak magának, mert az fölgyorsít egy információt, de nem fogja soha pótolni azt, hogy én Dantéban muszáj, hogy 40-szer visszalapozok, mert nem tudok a jól középkori vagy modernkori olaszul. Tehát más a funkciója. A digitalizálás az először is megőriz rengeteg mindent, mert nem, a papír az porlik, hát a Széchenyi könyvtárban nem adnak már ki 46-os, 47-es folyóiratot joggal, mert digitalizálva kell elolvasni, mert elporlik a kezünkben. Tehát a megőrzésnek, az örökségnek, a klasszicitás örökségének a modernitás a megőrzője. A kettő együtt fog működni. Én tanítottam már Amerikában olyan osztályban, ahol a fele ott ült előttem, és a fele Ausztráliában, vagy valahol, és úgynevezett hibrid osztályokat tanítottam. Meg fogjuk mi találni azt a módot, ahogy a digitalizálást beépítjük a hagyományos kultúrába. Már csak egy kérdésem maradt, hogyan válasszunk könyvet? Azért azt mindenki gyorsan, logikusan végig gondolhatja, hogy egy emberöltő meglehetősen kevés ahhoz, hogy a világirodalom egészének akár csak egy kis töredékét is végigolvassuk. Ezért a választás az egy nagyon-nagyon nagy felelősség. Teljesen igaza van, de azért mindenkit megnyugtathatok abban, hogy a világirodalomnak a legfontosabb művei végigolvashatók. Lehet, hogy hosszan kell hozzáírni, de én azért nagyon... Hát van olyan könyv, mondjuk a Karamazov testvérek, amit én minden évben elolvasok. Tehát a jó választás az, hogy én másokra bízom. Hát nekem az egyetemen azt mondták, hogy olvasd el a Karamazovokat, azóta olvasom. Klasszikusokat olvasni remek. Mert részint ott megőrződtek. Hát nem hiszem, hogy Arany János összes nélkül lehet élni. Na most a modern választásban pedig azért azt is föl kell fogni, hogy egyszer az életben leszünk a kortársai, egy Parti Rajd Lajosnak, egy Eszterházinak, most nem akarok megint neveket, nagyon valakit megbántok vele, vagy egy Nádas Péternek. Ez egyszer jön egy életben, hogy mi ebben a korban élünk. Na most, ha valaki nem olvassa el ezeket a kortárs írókat, nem megy el a színházba, akkor ki fog maradni valami az életéből, nem lesz kortársa saját magának. Legyen ez a végszó. Köszönöm. Én is köszönöm szépen, hogy elfogadtam a meghívást. Önök Hírháttér műsorunkat, a témát látták, ne felejtjék, csütörtökön este 7:30-tól a Körúttal várjuk Önöket. Új témával pénteken jelentkezünk, akkor Jeszenszky Zoltán lesz a műsor házigazdája. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra.